Tisztázni kell a legelején, ahova ma ellátogatunk, az a Mesés Sirász Hotel, ami már volt az év szállodája, Aranycsengő díjjal a legromantikusabb szálloda, és 2016-ban három kategóriában is jelölték a Luxury Hotel Awardon, úgy mint Luxury Spa Hotel, Boutique Hotel és Romantic Hotel. De nem csak a szállodában lógatjuk ma a lábunkat és vízipipázunk például. Melyik önfe jobban, kinek miért van? Megnézzük a barlang lakásokat. A méltán híres sódombot. A bio öko sáfránykertet. Gyere csak be. És egy legalább 300 éves gyógyító freskót is. Nyilván már ki is találták, bizony Egerszalókon vagyunk. Egertől körülbelül 5 kilométerre az egri Bükkaja területén, a Laskó-patak völgyében. A településtől északra a Laskó-patak feldúzasztásával létrehozott víztározó és horgásztó, délre pedig a sódom található. De még mindenek előtt érkezzünk meg végre a Mesés Sirász Hotelbe. A hotel gondolata 2002-ben született meg. Családi bensőséges, tematikus szállodaként nyitotta meg kapuit 2003. augusztusában, mindösszesen 21 szobával. A közel-keleti 1001 éjszaka hangulatvilágát megelevenítő szálloda az elmúlt 10 évben több ütemben bővült. Ennek köszönhetően ma már 1400 négyzetméteres kültéri és beltéri wellness oázisával és 65 szobájával várja a látogatóit. Azt tudom, hogy a Sirász Hotelban vagyunk. Így van, Egerszalókon. Egerszalókon. Milyen hotel ez? Mert bejöttünk, az, hogy keletiesnek érzem, az helytálló, ugye? Abszolút helytálló, tehát ami miatt keletiesnek érzed, az az, hogy ugye mi gyakorlatilag marokkói tematikát szeretnénk itt megeleveníteni. Uh-huh. Ez ugye átütt... Ja, itt is van a marokkói tematika, igen? Például, így van. Hogy azzal kezdünk, hogy így kora reggel. Hát akkor lehuppan? Foglalj helyet, kérlek. Szóval, marokkói tematika. Így van. Alapvetően a hotel maga egy családi vállalkozásból nőtte ki magát egy 65 szobás tematikus hotellé, és hát ugye a tulajdonosi család álmodta meg azt, hogy valami különlegességet szeretnének idehozni Magyarországra, és az egyik kedvenc tematikájuk ez a marokkói tematika volt ezért. Ja, és akkor így döntöttek, hogy mi szeretjük, akkor ez oké, de ez most egy wellness szálloda, ez most egy idő- és térbeli utazás a, nem tudom, kontinensek között, vagy ez hogy ez minden, amit el tudsz képzelni. Tehát gyakorlatilag wellness szálloda, a párok oázisa, egy hely, ahova elbújhatsz, ahonnan nem kell kimozdulni, rengeteg tematikus programunk van, különlegességeink, úgyhogy itt maradnak általában a vendégek, visszatérnek, és nem is akarnak nagyon kimenni. Jó, azért mi fogunk mutatni egy-két olyan dolgot, ahol már mégiscsak érdemes kimenni. De csak egy kicsit később. Előbb körbejárunk mindent a szállodában. A vízipipa miért ennyire fontos? Ugyanúgy a marokkói flash miatt, meg a keletiesség miatt? Egyrészt azért is. Másrészt pedig azért, mert ugye különleges programnak minősül a bujasághoz, a félhomályhoz és a Casablanca bár hangulathoz szerintem. Ez a Casablanca. Igen. Okay. Szerintem nagyszerűen illik, és a vendégek is szeretik. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy esténként, amikor élőzenés esteket adunk, legyen az latin gitárest, zongorást. Hastáncosok? Hogyne, hastáncos is természetesen elengedhetetlen programunk része. Közben a vendégek ücsörögnek a bárban, fogyasztják az italaikat, és gratis biztosítunk számukra a vízipipázást. Ez egy, és ne értsd félre, de hogy a szó legjobb és egyáltalán nem pejoratív értelmében, ez egy szexi szálloda? Mondhatjuk. Ugye? Mert hogy azért a keletiességben... Igen. Ez egy romantikus bujaszálloda. És tényleg az, szűk kis folyosók, félhomály, kellemes zene, valahogy valóban körbelengi ezt az egészet az 1001 éjszaka. El is indulhatunk. Hát akkor menjünk, képtelen lenni kell a nemet mondani. Három ütemben épült a szállodánk. Uh-huh. Kicsiben kezdtük, és a harmadik ütem végeztével jutottunk el a mostani 65 szobáig. A három ütem alatt gyakorlatilag három különböző belső építéssel dolgoztunk együtt, a belső interiőr kialakítása véget, hogy minél élethűbb és tradicionálisabb legyen. Jó, de akkor az volt a cél,
ahogy itt körbenézek, hogy tényleg úgy érezzem magam, mint amit ott is beszéltünk, van, hogy igen. Egyáltalán nem Magyarországon hogy vagyok. Hogy ne kelljen országhatárt átlépni a nyaraláshoz, hanem elhozzuk ide a vendégeknek ezt a kis privát, intim világot. Marokkói vonal, a hamam tradíció, a perzsa vonal, ez gyakorlatilag egy ilyen eklektikus ötvözés ennek a háromnak. Minden dizájn elemünk egyébként Marokkóból van. A tadzsinok, a kis mécsesek, a mentatás szettjeink, gyakorlatilag minden. Hova érkeztünk most? A Menta bárunkba. 2014-ben adtuk át a Vadi Új Wellness bárunkat, ami szintén, ahogy láthatod is, modern marokkói tematikára épül. Menjünk be! Menjünk be, hajrá! Itt jövök előre. Itt a vendégek wellness ételeket és italokat fogyaszthatnak, ugye itt nem kell felöltözni, elegendő egy fürdőköntös, és gyakorlatilag itt el lehet heverészni, relaxálni. Jó, te heverész, te vagy a vendég. De hogy ez az eldőlés, így konkrét így van, az, hogy igen, ez igen, működik? Igen. Menjünk ki a külső részbe, rendben, ugye? Igen. És akkor ott, hogyha minden igaz, magamra adsz egy picit. Átadnálok Gábor szakértő kezeinek. Most akkor Mariant lecseréltem Holló Gáborra. Így van. Ugye? Te vagy a wellness vezető. Így igaz. Itt a Mesés Sirázban. Így van. Megérkeztünk egy szép kültéri helyre. Mi ez? Mesélj nekem. Ez egy nagyon különleges hangulatban épült arab udvar címszó alatt fut. Ahogy látjátok, nagyon gyönyörű leandereink vannak, egy különleges marokkói hangulat, kővel, szaracén évekkel, és ahogy látható is, található egy nagyon kellemes hűsvízű medence itt, amely 25-26 fokos sósvízzel rendelkezik. Nagyon magas tisztaságú tengeri sót oldunk a vizében, éppen ezért, hogyha a vendégek kilátogatnak és nagyon csendes, autentikus környezetben szeretnének pihenni, és nyáron csobbanni, vagy akár télen is, mert ez egész szezonban üzemel, akkor egy kellemes kis sósvízben tudják ezt megtenni, amely kifejezetten jó hatással van a bőrre is. Mielőtt bemegyünk a belső wellnessbe és meglessük azt a sok-sok szépet, amit tartogat nekünk még a hotel, egy dolgot fontos megemlíteni. A szálloda tetőin sok napkollektor és napelem lelhető fel. Ebből fedezik az energiaigényük egy részét, na meg a melegvíz is ennek köszönhető. Megérkeztünk az arab udvarból ide, amit én török fürdőnek neveztem. Így van, az első számú medencénk itt beltéren, amely egy Mór masszázs medence. Mór masszázs medence, igen. Kellemes 38 fokos hőmérsékletű vízzel rendelkezik, és ahogy látszik is, kellemes masszázs funkciókkal próbálja lazítani a kedves vendégeket, akik ugye... 38 fok. 38 fok, nagyon kellemes. Jó, az meleg, igen. Így van. Jó, hogyha ott benézünk, igen. Akkor ott van a sauna világ. Kifejezetten az... perzsa szauna világunk, ami különböző hőmérsékletű és intenzitású kamrákat tartalmaz. Finn szaunát, infrakamrát... Pont akartam kérni, légy szó, és sorolt fel. Van egy finn szauna, van egy infrakamra, van egy alpesi szénával dúsított aromakamránk, illetve a pihenés szempontjából egy különleges akvameditációs relaxáló kamra. Illetve zuhanyzáshoz élményzuhanyokat, illetve a kellemes lehűtéshez egy hidegvizes dézsát tudunk biztosítani. Akinek még ez sem elég, az a jégkútban tud egy kis felfrissülést találni a szaunázás után. Jégkút, amivel lehet dörzsölni. Így van. De annyit mondtuk már, hogy buja, szexi, meg romantikus ez a szálloda. Meg is érkeztünk a bűnem szerájukba. Ugye, ahogy látható is, ez a pároknak megalkotva és kitalálva, rendelkezünk egy 2x2 méteres fűtött kőágyal, nyugodtan érintsd meg, ugye? Kellemes hőmérsékletű, ahol páros masszázsokban tudjuk részesíteni a párokat, kifejezetten ugye, mivel a Mesés Sirász Hotel a párok és a szerelmesek szállodája, és hogy még az élményt tudjuk egy kicsit fokozni, nagyon különleges masszájfürdővel is tudjuk őket a romantika jegyében kényeztetni, rózsás fürdő, rózsaszirmokkal, pezsgőbekészítéssel és mindenféle földi jóval, amit csak el tudnak képzelni. Úgyhogy szerintem ez a helység direkt a szerelmeseknek szól. És szívecske van a törölközőből, természetesen. Mindent a romantika jegyében, ahogy látod is, tehát egy nagyon különleges világot próbálunk megteremteni. Na jó, hát akkor mielőtt még így valahogy átitat minket ez az érzés, menjünk át egy másik. Na igen, mielőtt átitat. Ez lehet nekem egy picit sok, mármint hát értik, rózsaszínom a kádban, de ettől függetlenül igen, természetesen el tudok itt képzelni egy kellemes délutánt. Megérkeztünk az arab fürdőhez.
legújabb gyöngyszeméhez, a mögöttem található élménymedencéhez és a hozzátartozó pihenő részhez, ugye, amely azt a célt szolgálja, amiben most is csücsülünk, hogy a vendégek minél kényelmesebben tudjanak idebent elfeküdni. Jó, csak hogy mi nem úgy használjuk, ahogy kellene, mert ugye ez alapvetően, jó, én csak megmutatom, hogy alapvetően el tudunk dőlni egy picit, ugye milyen kényelmes. Igen, lenne, jó, de... Így van. Jaj. És jó, ahogy látod is, igen. Mögöttünk pedig gyönyörűen bugyog és élményelemek tárházával rendelkezik a élménymedencénk, amely kifejezetten a víznek ugye a mozgását és a relaxáló hatását biztosítja, hogy órákon keresztül a vendégek el tudják tölteni idebent az időt. És hogyha ott kimegyünk jobbra, akkor megérkezünk a marokkói pihenőkertünkbe, ugye, ami egy gyönyörű beach barral, egy hozzátartozó élménymedencével, hencsergőházakkal, különböző nyáron használatos röplabdapályával, ugrálóvárral és természetesen rengeteg pihenőhelyen rendelkezik egy zárt kis világban, hogy a vendégek még csendesebben és még elzártabban tudják élvezni a pihenésüket ebben a kis marokkói autentikus hangulatban. De akkor most bejártuk a wellness-t? Én úgy gondolom, hogy... Szóval síráznak 1200 négyzetméter? 1200 négyzetméter, 5 medence, bejártuk, így van. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm az útmutatást, most elmegyünk, megnézzük a gasztróvonalat. Egy mentes zöld borsókrém, zaluk, a padlizsánkrém, ő pedig a humusz. Okay. Mellette marokkói kenyér, ez egy teljes kérlésű lisztből készült keleti és fűszerezési kenyér, amit mi itt helyben sütünk. Az pedig egy apró rákkal töltött pasztilla. Uh-huh. Ő pedig a tabulé, ez pedig egy bulgur saláta. Ez is igazából nem annyira marokkói, ez inkább egy líbiai étel. A bulgurról annyit kell tudni, hogy egy búzatöret, ez van citromlével, friss petezsemmel, paprikával összekeverve, sóval, borssal fűszerezve. Tudom, hogy én a Shiraz Hotelben vagyok, meg Perzsa, meg marokkói világ, de hogy az annyira ennék egy urántott húst, majonézzel. Ha szeretné, ezt, de ez is lehet, akkor is lehet, igen, természetesen erre is nyitottak vagyunk, nem csak marokkói ételekkel dolgozunk. Van egy leves. Van egy levesünk, ő a harira. Hogy mi? Harira. Igen, ami? Ő egy csicseri borsó leves, amiről istenemben azt kell tudni, hogy a ramadán idején, tehát a bőti hónapban ezt fogyasztják előszeretettel, mihelyt lehet, tehát ahogy lement ugye a nap, uh-huh. Ők ezt az ételt fogyasztják, ez egy teljesen szokásos, tehát ez majdnem, hogy mindennapos leves nekik a ramadán idején. Ez a tál, ezt tazsinnak hívják. Uh-huh. Mi található benne? Kuszkusz, ami szintén a marokkói konyha egyik jellegzetessége, tehát nagyon sok kuszkusz fogyasztanak, és egy marokesi csirke van még benne, bébi csirke, uh-huh. És egy marokesi ragú, egy korianderes, zöldséges, sáfrányos zöldségragú tulajdonképpen. Itt viszont tudok mondani egy hasonlóságot, na. Kicsit hajaszt talán a mi paprikás krumplinkra. Szerintem hozzá nekem egy rozé fröccsöt, ellennék itt egész nap. Fröccs most nincs, de menni kell tovább Mariannal, mert itt az ideje belesni a szobákba is. Sétálgatunk én most a Mesés Shiraz Hotelben. Ez mi? Ez gyakorlatilag egy design kupola, és az arab fürdőházunk legújabb élménymedencéjének a teteje. Akkor most a wellness fölött felé. Így van, igen. Ez a legújabb rész. Így van, 2014-ben adtuk át, 20 szobát csatoltunk a meglévő 1-es és 2-es ütemhez. Uh-huh. Ami a különlegesség az, hogy most prémium szobákat, junior lakosztályokat és grand lakosztályokat építettünk gyakorlatilag a hotelhez. Ez már egy exkluzívabb kategória, mondhatjuk azt. Itt már annyira tökéletes minden, hogy gyakorlatilag a vendég visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy szinte jobb, mint Marokkóban. Meg fogom mutatni egyébként, hogy milyenek a romantikus prémium szobáink a Boldoinos franciággyal, szerintem tetszeni fog. Ó, mindenképpen, Melyikbe fogunk bemenni most? Az milyen szoba? Az egy... Most az egy prémium szoba, ez egy középkategóriás szoba egyébként, a legromantikusabb szobatípusunk. Itt is van, ugye? Így van, itt van eldugva a sarokban. Tehát pároknak kifejezetten ezt a típust szoktuk ajánlani. Megérkeztünk a... prémium szobánkhoz. Balkész felé ugye itt láthatod a zuhanyzót és a fürdőszobát, ott egy külön privát kis mosdó, és uh-huh. Hogyha tovább megyünk, akkor megérkezünk gyakorlatilag a hálószoba részbe. Baldahinos franciággyal rendelkezik maga a szoba, nagyon romantikus, és igyekeztünk arra figyelni, hogy intim legyen a környezet, tehát a szerelmes párjaink kedvencei egyébként ez a szobatípus.
erkély is tartozik hozzá, és hát ugye ez, amit mondtam is, az új részlegünk alapszoba típusa gyakorlatilag. Akkor ez az alap, oké. Okay. Az új részem mindenképp, az új részem. Igen. Jó, ez mennyi, ez 30-40 négyzetméter, vagy ez 27 négyzetmétertől indul, és 42 a legnagyobb, tehát a mérete az eltérő egyébként a szobáknak. Hát a szúnyogoktól nyilván megvéd. Abszolút. Igen. Jó, hát ez tényleg egyébként romantikus, és akkor van itt egy kis kilátás. Van a falon, azért, hogy itt tényleg úgy éreztessük magunkat, mint hogyha megérkeztünk volna Marokkóba, egy felirat. Igen. Ha megkérdezem, hogy mi van odaírva, akkor mit mondasz? Az, hogy az 1001 éjszaka világában bármi valóra válhat. Tényleg ez van tényleg odaírva? Tényleg. Őrület. És a lakosztály. Ez maga Bagdad? Mondhatjuk. Mondhatjuk? Milyen félbe jöttél be? Hosszú folyosó. Ez a lakosztályotok. Így van, igen. Ez a két hálószobával rendelkező, egy nappalival, és gyakorlatilag fürdőkáddal és zuhanyzóval. Tehát ez már családok számára is abszolút ideális szobatípusunk, én úgy gondolom. Jöjjünk le, nem? Jó. Mégiscsak egész nap mászkáltunk. Kényelmes Bagdad? Igen, mindenképpen. Na. Jó, akkor van két hálószoba, az egyik baldaidos, ugyanúgy, mint a másik szobában, amit láttunk. Igen. A másik pedig nem. És ezen kívül a fürdőben a különbség az, hogy itt van egy zuhanyzó és van egy kád is. És van, ugye? Egy kád is szeparáltan, tehát gyakorlatilag egyszerre lehet használni. Körülbelül egy ilyen 72 négyzetméteres lakosztály, amiről beszélünk, tehát ez már azért nagy. Jó, és hogy ugyanúgy megidézzük a keleti életérzést, ezt ki tudom engedni, és akkor végig baldain van itt körbe? A baldain az elengedhetetlen. Ez azért is jó egyébként, mert a nappali pótágyazható. Ergo, hogyha még hoz plusz főt a család, ilyen, akkor itt kényelmesen szeparáltan el tudjuk helyezni. Mutatom akkor az utat. Jelen. Hatalmas fürdőszobához érkeztünk, gyakorlatilag pezsgőkáddal rendelkezik, és egy szeparált zuhanyzóval is a másik oldalon. Őrület. Igen, azért ez kényelmes. Igen, azért ebben befekszel, és akkor így megkapod. Uh-huh. És fáradt ízületeid a fárasztó wellness után nyilvánvalóan. Így van. Tehát... És itt a saját kis termékek is vannak. Akkor természetesen. Tehát gyakorlatilag ide elegendő egy bőröndel érkezni. Nem szükséges piperehalmit hozni, ezt biztosítjuk. De a tükrök is nagyon szépek ott. És akkor itt van a több személyes fürdő. A Shiraz Hotel a maga több mint 1000 négyzetméteres wellnessével, a valóban keleties hangulatával, félhomályával igazi elbújós hely, ahova érdemes a párunkkal érkezni, mert együtt, édeskettesben valóban buja egy móka ez. Egerszalók sem akármi, a honfoglalás óta lakott és sok érdekes és szép helyet tartogat nekünk. Szóval megéri elhagyni a szállodát egy picit, de tényleg. Sódomb, igen. Ami éppen itt van mögöttünk, de tudományosan ez nem ennek nevezendő. Ez egy méztufa kúp. A meleg vízből kirakódó ásványi anyagok hozták létre. Ebben az évben 55 éves ez a kút, tehát ez a sódomb 55 éve épül itt a falu határában. Az ásványvízünkre a kálcium-magnézium-hidrogén-karbonátos, ez a hivatalos megnevezése, tehát ezek vannak benne, plusz nagyon magas a metakovasav tartalma, ami két dolog miatt fontos. Egyrészt, hogy nagyon szépé teszi a bőrünket, bársonyossá, másrészt pedig az egyéb összetevők miatt nagyon jó műtéti rehabilitáció, tehát mozgásszervi műtétek utáni rehabilitációban, illetve balesetek utáni rehabilitációban. Különböző akkor ilyen reumatikus betegségnél is gondolom, ez tökéletes. Ízületi, reumatikus, bántalmakra is, megelőzésre is. A termál vízre véletlen bukkantak a 60-as években, olajat kerestek, gyógyvizet kaptak. Akkor nyilván még senki sem sejtette, hogy ez egy világszenzáció. Ilyen sódomba bolygón összesen három helyen található. Az egyik Törökországban, Pamukkaléban, a másik az USA-ban, a Yellowstone Nemzeti Parkban. A harmadik itt Egerszalókon.
Ez a rész nagyon gazdag termálvizekben, ugye itt tőlünk 6 kilométerre a dombon túl ott van Eger, az ő termálvizével, és akkor ezen a völgyön, ami gyakorlatilag végigfut, egészen mezőkövesdig, ebből a melegvíz medencéből termelik ki a kutak a gyógyvizet. A következő helyszínünk, ha nem is világszám, de azért mindenképpen ritka egy jelenség, még ha az apropója kissé, szomorú is. A barlang lakásokat az 1800-as évek közepétől kezdték el lakni a környéken élő elszegényedett parasztok. Egészen a 60-as évekig aktívan éltek is bennük, aztán az akkori polgármester lakásokat ajánlott fel az ott élőknek. Itt 1850-es évektől éltek nagyon szegény magyar parasztcsaládok az 1960-as évekig, akiknek ugye annyi pénzük sem volt, hogy a faluba házat építsenek, vagy házhelyet vegyenek, és ezért ide kényszerültek. A kőfalba váltak lyukat. De hogy ezt tényleg úgy képzeljem el, hogy nem tudom, fogtak egy csákányt és egy lapátot? Csákánnyal, vésővel, kis kéziszerszámmal a kőfalba váltak lyukat, lakóüreget, és ezt alakították ki lakhatóbbá. Ma már skanzenként működnek. 6 lakást lehet megtekinteni. Skanzenként működik, amit az egerszlóki emberek rendeztek be. Nénik, bácsik, nagyszülők, ükszülők, jó száraz padlásokról. Ez a szép korúak, idehozták igen, az összes igen, kincsüket. Igen. Egy pillanatra muszáj megállnunk ennél a római katolikus templomnál. Van egy freskó az oltár felett, ami embereket gyógyít meg a szóbeszéd szerint. 1953 óta kegyhely a templom a freskó miatt. A boldogságos Szűz Máriának a freskójáról van szó, ami már több mint 300 éves. Most, hogy már a Sirázban kivelneszeztük magunkat, megnéztük a barlang lakásokat, megnéztük a gyógyító freskót, nincs más hátra itt Tegesszalókon, mint elmenni egy ökogazdaságba és gyomlálni, meg kapálni egy kicsit. Gyere csak be! Sáfránykertnek neveztük el. Lényegében egy ökológiai szemléletű természetes kert, gyümölcsös, ligetes park, és egyúttal egy ilyen közösségi tér is, ahova be lehet jönni. Ugye az nagyon fontos, amit említettél is, hogy ökológiai, vagyis hogy ti itt semmilyen vegyszert, semmilyen olyan anyagot, ami a természetben önmagától nem felelhető, azt nem használtok. Így van. A sáfránykert még csak épp bontogatja szárnyait, de ha minden megvalósul, egy tökéletes kis nomád hely lesz. Az itteni régi barlanglakásokat meg akarják csinálni turista odúknak. A kertben szigorú bio, ökofeltételek szerint gyümölcsös és zöldségtermesztést terveznek. Ezen kívül pár haszonállat van még tervben. És természetesen tökéletes fenntarthatóság, kézenfogva természettel. Nekem így röviden és sietve, ez volt Egerszalók és a Mesés Sirász Hotel. Most, hogy már bejártuk egész Egerszalókot, na meg a környékét lehetőségeinkhez mérten, szerintem már csak egyetlen egy dolgunk maradt, azt, hogy vegyünk magunkhoz egy roppant jó üveg, vagy éppen pohár bort, üljünk ide a tó partjára, mert tényleg nagyon szép. Kövessenek be minket az Instagramon, lájkoljanak minket a Facebookon, vagy írják meg a véleményüket, a meglátásaikat és az ötleteiket e-mailen, vagy akár a Facebookon, és találkozunk legközelebb is, hiszen ez itt a Hotel Magyarország legjobb szállodái. Viszlát!